Üdvözletem mindenkinek! Ez itt a Mitoblog 1005. Folytatom az előzőleg megkezdett mitológiai ismertetést Lokiról. Az előző részben Lokit mint testvért mutattam be, s most mint fele barát került terítékre. Ott Odinhoz fűződő viszonyát vizsgáltam, de most Thorral való kapcsolatát veszem nagyítól. Mielőtt mai témánkba belekezdenénk, meg kell említenem, hogy egyes történetekben Loki Thor fivéreként lép színre. Ez azért érdekes, mert habár az eredeti mítoszokban kapcsolatuk is efelé tendál, de ők egymásnak nem testvérei. Ezzel szemben a Marvel univerzumban, főként a filmes feldolgozásokban, ők fivérek. Igaz, nem vér szerinti, hiszen Loki jégóriás, de neveltetés szerint mindenképp. Ez határozza meg kapcsolatuk alapját is, ami főként a testvéri szeretetre és féltékenységre alapul. De erről majd később szólok. Mi lehet az alapja annak, hogy ők fivérek? Ennek a kérdésnek a megoldása, meglátásom szerint, ismét az eredeti mítoszokban rejlik. Nézzük is meg, hogy Loki és Thor hogyan is viszonyultak egymáshoz, és milyen közös kalandokban vettek részt. Az első ilyen történet, amit elmesélek, Thor Utgard Lokinál tett látogatása, ahová Loki és Thialfi is elkísérte. A világ széli király, azaz Utgard Loki egy varázserejű óriás volt, s olyan próbák elé állította a hőseinket, amiket lehetetlen volt teljesíteni. Korábban már beszéltem Thor próbáiról, egy előző videómban, azonban Loki is kapott egy ilyen típusú teljesíthetetlen feladatot. Mikor Thor és Udi társai elérték Utgard várát, teljesen elhűltek annak méretei láttán. Thort azonban nem olyan fából faragták, hogy menekülésre adja a fejét, így hát bement Lokival és Thialfival együtt. Ott éppen lakoma zajlott, s látszott mindenki, hogy igen jókedvű. Thor és társai csak akkor vették észre, mikor már a világszéli király előtt állottak. Méltó módon üdvözölték őket, s a király kijelentette, hogy asztalához csak olyanok ülhetnek, akik valamiben kiemelkedőek. Így hőseinket próba elé állították. Loki azzal kérkedett, hogy nála gyorsabban senki sem képes enni, így ő ebben versenyzett valakivel. A király azon nyomban szólította Logit, aki igencsak vékonyka, vörös hajú, de eleven legényke volt. A versenyzők el is foglalták a helyüket egy asztal két végében, amit teleraktak mindenféle finomsággal. Volt ott sült hús, rántott hús, kenyér, hal, köretek és gyümölcsök. Sör is volt elegendő. A verseny abból állt, hogy ki tudja hamarabb megenni az eléje tálalt ételeket. A két falánk versenyző igen hevesen kezdett, de Loki idővel lassabbá vált, ahogy közeledett az asztal közepéig. Loki azonban változatlan hévvel falt fel mindent, ami az útjába került. Az asztal közepét egyszerre érték el, s Loki tisztességesen elfogyasztott mindent, mit elé raktak. Ám Loki nem csak az ételt, de a tányérokat, poharakat, sőt még magát az asztalt is megette. A győztes így Logi lett. Loki nem értette az egészet, de látta ellenfele mindent elemésztett. Loki búskomoran, de jó lakottan vette tudomásul a vereséget. A következő versenyző Thialfi volt, ki saját gyorsaságát méltatta, azonban Utgard Loki bajnokát ő sem volt képes lefutni. Most Thoron volt a sor, hogy megvédje a csoport becsületét, s három ízben is próbák elé állították a kosok urát. Az első feladata, hogy ürítsen ki egy kupát egy hajtásra. Thor azonban bármennyire is neki gyűrkőzött, három hajtásra is képtelen volt azt kiinni. A második próba az udvartartás macskájának a felemelése volt, ám abban is kudarcot vallott a nagy erejű ász. A harmadik próba egy viadal volt, a világszéli király dadája ellen. Az öreg asszony azonban féltrédre kényszerítette Thort. A király ekkor leállította a mérkőzést, s ajánlotta, hogy egyenek igyanak annyit, amennyi jól esik. Az estére az ő vendégei. Másnap a király maga elé hívatta a vendégeit,
S kérdezte, jól aludta ki. Majd rátért a próbákra, s felfedte azok valódi természetét. Loki ellenfele, Logi, azaz a futótűz volt, s Loki bármennyire is igyekezett, a futótüzet nem győzhette le. Tjálfi ellenfele pedig maga a gondolat volt, legyen bármilyen gyors is, a gondolatnál nem lehet gyorsabb. Thor, mikor megpróbálta kiüríteni a kupát, magát a világtengert itta magába. A tenger szintje most sokkal alacsonyabban is van emiatt. A macska pedig nem volt más, mint a világkígyó, aki az egész földet körbeöleli. Ezért is nevezik roppant földővnek. Ha fölemelte volna, az egész világot tartotta volna markaiban. A harmadik és egyben utolsó próbája Thornak a viadal volt az öregség ellen. A kor eddig mindenkit legyőzött, de Thort csak féltérre kényszerítette. A világszéli király megvallotta, ha tudta volna, hogy ennyire erősek, nem fogadta volna őket. Thor erre feldühödött, de mielőtt bármit is csinálhatott volna, Utgard Loki és vára eltűnt. Mint a történetből is kiderül, Thor és Loki egy olyan ellenféllel került szembe, aki illúzióval és varázslattal felülkerekedett rajtuk. Tehát az óriások között is voltak olyanok, kik sámánisztikus erőt birtokoltak. Mint észrevehettétek, a világszéli király, azaz Utgard Loki és a bajkeverő Asgardi istenség, Loki neve egybecseng. A történet szerint azonban nincs közük egymáshoz, sőt mi több, Utgard Loki illúzióján még maga Loki sem látott át. Vagy ha igen, nem hozta senki tudomására. Neil Gaimannél az Északi Mitológia című könyvében már igenis van kapcsolat Loki és Utgard Loki között. Loki úgy jellemezte Utgardot, hogy a családja innen származik, és ezt a világszéli király is megerősíti, mikor Thort és a barátait üdvözli. Hűha, apró totyogók rohantak le bennünket! Nem is, elnézést! Te csak is a híres Ázoktor lehetsz, akkor te pedig Loki, Laffy fia. Valamennyire ismertem anyádat. Üdv távoli rokon! Utgard Loki vagyok. Utgard Lokia. És te? Egy másik feldolgozásban, ahol Loki, mint misztikus detektív tevékenykedik, Utgard Loki az Asgardi Loki gonoszabbi kényét személyesítette meg. De menjünk is tovább. Loki ellenfele Logi volt, a futótűz, s neveik egybecsengő hangzása alapján sokan úgy vélik, hogy Loki is eredetileg tűztermészetű óriás lehetett. Ugyanakkor bizonyos források alakjukat keverik, ugyanis Loki első felesége, Glút óriás asszony, másút Logi feleségeként szerepel. Richard Wagner Ring tetralógiájában pedig Loge szerepel, aki egyértelműen Loki és Logi összevonásából jöhetett létre. Visszatérve a történethez, itt egyértelműen kitűnik, hogy Loki segítette Thort néhány keleti utazása alkalmával. A történet azt az érzést kelti az olvasóban, hogy ez csak egy kiragadott példa a szántalan kalandjaikból. Ennek oka valószínűleg a népmesei motívum, sokszor ismétlődő elemek és a három próba. Ebből a szempontból teljesen egyedi az eddikus történetekben. Gaimannél azonban Loki rossz természete már itt is teret kapott, mikor Tjálfinál vendégeskedett a két isten. Ott Thor szolgálta fel étkül a fogathúzó kosait, ám egyetlen kikötése volt, a csontokhoz nem nyúlhatnak. Loki azonban Tjálfinak éppen azt tanácsolta, hogy a csontokból a velőt szapogassa ki, csak így lehet olyan erős, mint Thor. Tjálfi meg is eszi, s mikor Thor másnap kalapácsával újraéleszti a kosait, akkor látja, hogy egyik jószágának a lába törött. Kérdőre is vonja őket tettükért, s haragjában már éppen agyon akar sújtani mindenkit, mikor Tjálfi és Röskva önként ajánlkozott szolgálatára, hogy megváltsák az okozott kárt. Thor ebbe bele is egyezett, s ezért is kísérte el Utgardba Tjálfi Lokival egyetemben.
Egy másik történetben is borsot tört Thor orra alá, mikor is feleségének, a szépséges Sifnek levágta a tövig gyönyörű aranyszínű haját. Thornak volt egy szépséges felesége Asgardban, Sifnek hívták. Neki volt a legszebb haja az egész világon. Olyan szőke volt, mint a napérlelte búzamező karatás előtt. Egyszer történt, hogy Thor felkelve látta, hogy szépséges mátkája teljesen kopasz. Sifet az anyjamban föl is költötte, és magyarázatot követelt, de látta, hogy a leány sokkal jobban megrémült, mint ő maga. Világossá vált Thor számára, hogy erről Sif mit sem tudott. Azonnal Lokihoz ment, mert ha valaki így tréfát űz vele, az csak ő lehetett. Loki először mindent letagadott, de a nagy erejű Thort sem ejtették a fejére, és vallatni kezdte. Ha nem ő volt, akkor ki? Loki végül is engedett a nyomásnak, s bevallott mindent. Thor figyelmesen végighallgatta, majd követelte, hogy csinálja vissza. Loki mindent megígért, csak hogy Thor engedje el és hagyja meg az életét. Thor így is tett, s Loki a törpökhöz ment segítségű, mivel úgy hír lett, hogy nincs olyan dolog, amit el ne tudnának készíteni. Loki közülük is a legjobbakat kereste fel, az Ivaldi fivéreket. Beszélt nekik Sif aranyhajáról, s a testvérek elő is álltak azzal, hogy ugyan eredeti haját nem tudják visszaállítani, de aranyból készíthetnek neki póthajat. Loki erre rá is állt. Sif aranyhaja mellett készítettek egy láncsát, Gungnirt, ami soha nem tévedt szélt, és egy hajót, melyet összehajtogatva el lehetett tenni egy zsebben. Lokit azonban nem olyan tűzedzette, mely ennyivel megelégedne, s mivel szeretett mindenkinek túljárni az eszén, így felkeresett egy másik törkovácsot, Szindrit, hogy fogadást kössön vele. A fogadás abból állott, hogy kikészíti az értékesebb holmikat. Szindri vagy az Ivaldi mesterek. Ha Loki nyer, ingyen dolgoztak, ha pedig Szindri, akkor Loki a fejével fizet. Szindri testvérével Brökkel neki is álltak a munkának, de Loki bögöly alakban, mások úgy említik, mint légy, hátráltatni próbált a Brökköt a munkában, hiszen féltette a fejét. Loki gondoskodása ellenére a testvérek gond nélkül elkészítették a Draupnirt, azaz a cseppentőt, mely egy varázserejű gyűrű, de másoknak Karperesznek tetszett. Csodás tulajdonsága, hogy 9 naponként több és több lesz belőle. Készítettek aztán egy aranyvatkant is, mely fényt bocsájt ki. Ám a harmadik tárgynál Loki egy apró sikert aratva megzavarta Brökköt a fújtató kezelése közben, aminek következtében a készülő kalapács nyele rövidre sikeredett. De mit volt mit tenni, ezzel kellett versenyre kelniük. Az eredmény Asgard istenei, Odin, Thor és Frey hirdették ki, s mind egyetértettek abban, hogy a kalapás lett a legjobb és legnagyszerűbb eszköz mind közül, rövid nyele ellenére. Így Loki elvesztette a fogadást. Sindri és Brök már vágták is volna le a fejét, de akkor Loki figyelmeztette őket, hogy csak feje volt a tét és nem a nyakával együtt, így a nyakához nem nyúlhatnak. Ebben igazat is adtak az istenek, s a törpök megelégedtek annyival, hogy bevarják a bajkeverő száját. Egy ideig nem is kellett Loki hangját hallani, s a hegek erre később is emlékeztették. Így szerezte meg Loki az istenek fegyverzetét, ami később igen hasznosnak bizonyult. Azonban, hogy miért vágta le Sif aranyhaját, az nem derült ki. Erre általában egyszerűen az a válasz, hogy Loki ilyen és kész. Neil Gaiman viszont úgy adaptálta, hogy Loki sokat ivott, s akkor jó ötletnek tűnt.
Sokan ezt szimbolikusan értelmezik, mégpedig a kép, hogy az arany búzamezőket elemészti a futótűz. Minden esetre tettével fel akarta hívni magára a figyelmet, és ez sikerült is, ám tettének következményeit nem mérte fel egyáltalán. De miért is kellett felhívnia magára a figyelmet? A válasz kézenfekvő. Félt. Félt attól, hogy elfeledik és mellőzik. Félt a szeparációtól, hiszen származása szerint ő óriás és nem isten. Csupán Odin kegyelméből van jelen. Itt még figyelemre vágyik, és mindent megtesz ennek érdekében. Ne felejtsék el, ő is ott van. Kissé szeleburdi, kapkodó és meggondolatlan, de itt még nem rossz szándékú. Igaz, tetteit eleinte nem akarja jóvá tenni, de ezt némi ráhatással és fenyegetéssel mindig megteszi. Ebbéli vonatkozásában hasonlít az észak-amerikai mítoszok trixterjéhez, azaz a trükkösöz. Ezért lehetséges, hogy az Odá című sorozatban Loki és a trükkös egyek. Loki bögöly és légy alakja is ezt erősíti, hiszen csipkelődő magatartásával zavarja a társait, viszont sokszor nélkülözhetetlen segítségnek bizonyul. Aktívan mozgatja a történéseket, és senki sem unatkozik mellette. Tréfáival először árt társainak, de aztán jóvá is teszi az elkövetett bűneit. Ezzel előnyhöz juttatja az isteneket, hol a fegyvereket kapják meg tőle, hol pedig Asgard falai épülnek fel ingyen. Az idő előre haladtával Loki csintevései durvább tréfákká válnak, s odáig fajul a helyzet, hogy a Ragnarök idején már szemben áll az Asgardi istenekkel. Félt, hogy kirekezték, s a végén ő maga idézte elő, hogy száműzzék. Hiszen a legnagyobb bűnöket követte el testvére Baldur ellen, és ezeket már nem akarta jóvá tenni. De erről majd később beszélek. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy Loki Odin vértestvére, mégis annak fiával, Thorral van inkább mélyebb, akár lehet mondani, hogy baráti kapcsolata. Thor az erős, és Loki az eszes, ahogy az a Trájménekben is előjön, de ezen kívül sok keleti kalandban vettek részt. És ugyan néhányszor ártott Thornak, aki ezért azzal fenyegette, hogy megöli, de ez csupán üres ígéret maradt. Ebből a sevelet se nélkület bajtársi kapcsolatból táplálkozhatott az a koncepció, hogy a Marvel univerzumában igenis testvérek. Aminek a része az összetartás, segítségnyújtás, de a féltékenység és az irigység is. Még nem értem a végére, de egyszerre csak ennyit veszek el az időtökből. Köszönöm, hogy megtekintetted a videómat, és remélem nem untad el magad. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel. Viszlát és találkozunk a folytatásban. Thank you.